ünnepi órán kezdéseként énekeljük el közösen nemzeti imánkat, a himnuszt. Büszkén mondhatjuk el azt a tényt, illetve megállapíthatjuk azt a tényt, hogy
Igen, nekünk 1000 éves történelmünk van, és azért is vagyunk büszkék, mert nem minden nemzet mondhatja el ugyanezt magáról. És a büszkeségünk azért is jogos, mert mi ezt az államiságot nem csak úgy kaptuk, hanem meg is harcoltunk érte, és meg is védtük 1000 évig. Azonban a történelem nem csak a hosszúságát tekintve lehet fontos a számunkra. És a történelem az nem csak történettudományként fogható fel, amely a korszakokat és az eseményeket mutatja. Mert ebben az esetben az eleve elrendelt sors lenne, amelynek a lefolyása kikerülhetetlen. Liberálisok szokták mondani, hogy a történelem elől nem lehet kitérni. Így Európa történelme is egy olyan folyamat, amelyben szükségszerűen következett a tudományos, technikai, iparosodott, liberális világ. Úgyhogy ha valamikor problémánk lenne, akkor nekünk ezzel nem is kell foglalkoznunk, hiszen a tudomány úgyis mindent megold. Így van ez a történelemben is, amikor megállapítják, hogy máskor is volt népvándorlás, most viszont már tudomány segítségével fel tudunk rá készülni, előre meg tudjuk tervezni, és lehet ezt menedzselni is. Nagyon sokszor hallom ezt azóta az Európa Tanács üléseken. És ezért ilyen liberális civil szervezetek alakulnak és utaztatnak emberek millióit Európába. Arról a kontinensről, amely legalább 3-szor akkora, mint Európa. És minden nemű nyersanyag megtalálható ott, amely egy virágzó gazdaság építéséhez lenne szükséges. Ebből is látszik, hogy nem a menekültek sorsa érdekli őket, hanem az önző kapitalista érdekeik. Igen, a multikról van szó, akik erősebbnek hiszik magukat a nemzetállamoknál. Viszont ha a történelmet nem fatális sorsként értelmezzük, akkor igenis, a nemzetállamoknak van gondolkodnivalójuk, és van feladatuk is. Elsőként az a feladatuk, hogy megtalálják és felismerik a lehetőségeiket, a szerencséjüket, és maguk alakítsák a sorsukat. Ez a különbség a liberális és a nem liberális, azaz az illiberális gondolkodás között. A liberális ugyanis elfogadja a történelem fatális dologi voltát, és ha rossz, akkor azt mondja, hogy rossz, vagy megmagyarázza, ha nem tudjuk megmagyarázni, akkor nem vagyunk eléggé politikailag korrektek. Ebből következik, hogy a liberális gondolkodó vagy politikus elfogadja például Trianon végtelenül igazságtalan voltát, legfeljebb megmagyarázza a magyarság rossz kisebbségi politikájával. Inkább elveti a magyar történelmet, inkább elveti a nemzetet, csak hogy el tudja fogadni a történelmet ilyen értelemben. De hasonló a helyzet Németországban is, akik nem képesek szembenézni a történelmük azon részével, amelyet nemzeti szocializmusnak hívnak, és nem merik integrálni, és nem tudják integrálni a saját történelmükbe, pedig az is a történelmük része. Könnyen nekik beírni az afrikaiak millióit, toleránsnak lenni, összefogulni velük, addig még ők is akarják, aztán utánuk a vízözön. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves felső zsolcaiak, Szent István 1000 évvel ezelőtt, a kalandozásokat lezárva, a dicsőséges hadjáratokat lezárva lehetőséget kapott, hogy beintegrálja a magyarságot a keresztény Európába. Nem volt könnyű döntés, és még nehezebb feladat volt a megvalósítása is. Nem csoda, hiszen apja Géza egész életében haláláig nem tudott belenyugodni, sőt a magyarság jelentős része sem tudott belenyugodni. És ezt is megértjük,
hiszen 100 évig vertük folyamatosan tönkre katonailag Európa nemzeteit. És a végén a nagy túlerővel szemben nem eltiportak bennünket, hanem ajánlatot tettek nekünk. És ezt az ajánlatot István alaposan megfontolta és elfogadta. Hát ezt az eseményt ünnepeljük ma, hölgyeim és uraim. És István király tudott évszázadokban előre gondolkodni, mert tudta, hogy a jövő az a kereszténység, és tudta, hogy a magyarság megmaradásának az záloga a kereszténység. Azonban 1000 esztendő után a keresztény Európa nagy veszélyben van. Európában, főleg Nyugat-Európában a kereszténység helyébe a piac vezérelte kapitalizmus lépett, amely szinte mindenható és mindent irányít a Földön. És a piac vezérelte kapitalizmus nagyvállalatainak az érdeke, ez az űrzavar, ahol tetszik a népvándorlás. Mert nekik az érdekük az olcsó munkaerő, mert csak így tudnak a víz felszínén maradni. Nekik az érdekük behívni Bangladesből, Pakisztánból, Irakból, Szíriából, innen-onnan az olcsó munkaerőt. Persze a szociális ellátásuk az majd a nemzetállamokra, azaz ránk hárul. Azonban a fatális sorsként értelmezett piac vezérelte kapitalizmus úgy gondoljuk most már a végét járja. Hiszen az állandó növekedéshez állandó növekvő népesség szükséges, és ehhez pedig állandó népesség fogyasztás is szükséges. De mindenhez alapanyagra, nyersanyagra és még több energiára van szükségünk, de ebből egyre kevesebb van a Földön. Úgy gondolom, hogy gondolkodnunk kéne valami teljesen másat kitalálni, óvni, védeni a környezetünket, magunkat, az egészségünket. De elsőként a legfontosabb, hogy elfogadjuk a konzervatív történelem felfogást, amelynek az alapja a kereszténység. Nekünk egy olyan vezetőnk van, aki képes mindig újra gondolni, újra értelmezni a magyarság helyzetét, sőt képes Európa helyzetét is újra gondolni. Szerencsénk van. Támogassuk őt és támogassuk egymást, hogy egy biztonságos, stabil Magyarországon élhessünk tovább. Isten éltesse a magyar államot, Magyarországot és Felső Zsolcát. Köszönöm a figyelmet! Van, aki toronynak születik, és van, aki remetének. Engem magnak vetett a magvető, és kenyérnek, annak is feketének. Mintha csak játszani bújtam elő meleg mélyedből, drága földem, kíváncsian, szelesen, zölden. Babusgattak öreg borázdák, ízlalgattak kövér májusi pászták, éreztem a jó napsugarak csókját. És éreztem, amint a fürtös száron az Isten ujja végig simogat, s rám telt a törvény. Minden búzaszálon csak egy kalász marad. Aztán levágtak, a szélbe hordtak, verejtékes nyárban csípen meghadartak. Malomba vittek örletők, két kő közt megtörtek ők. Aztán sötét kamrába kerültem, és magamba merültem. Aztán egy koporsószerű mély teknőbe dobtak, két bütykös nagy tenyér belém merült, és nekifogtak, és addig téptek, szaggattak, tepertek, öreg kovásszal úgy elkevert. Hogy sírtam, és a könnyeim cupogtak.
De addig nyúzott a két hadaló, míg elmúlt bennem minden sebesség. És igaz kenyér törvényeként színig tagadtam az edényt. És ma már tudom, megértettem, hogy kínban kell meg a kenyér emberfalatnak. Kérem a Történelmi Egyház a képviselőit, nagy tiszteletű Alexa Gábor lelkész urat, Deli Lajos Kévános urat és Bújmán Tibor Esperes parókus urat, mondjanak áldást, szenteljék meg az új kenyeret. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Dicsőség Jézus Krisztusnak! Áldás békesség! Kedves testvéreim, ezen a mai ünnepi alkalmon Istenünk igéjét olvasom a református bibliaolvasó kalauzok alapján a mai napra javasolt Ószövetségi igerészből, a Krónikák első könyvének 29. fejezetéből. Ennek a 10-től 13. versig terjedő ige szakaszából. Akkor áldotta Dávid az Urat az egész gyülekezet előtt, és ezt mondta: áldott vagy te, Uram, ősatyának, Izraelnek Istene, öröktől fogva mindenki. Tied, Uram, a nagyság, a hatalom és a fenség, a ragyogás és a méltóság, bizony minden, ami a mennyben és a földön van. Tied, Uram, az ország, magasztos vagy te mindenek feje. Tőled ered a gazdagság és a dicsőség, te uralkodsz mindenen. A te kezedben van az erő és a hatalom, a te kezed tehet bárki naggyá és erőssé. Most azért, Istenünk, hálát adunk neked, és dicsérjük a te fenséges nevedet. Amen. Kedves testvéreim, ezt a gyönyörű imádságot, amelynek csak egy részletét olvastam most fel közöttetek, Dávid király mondta el Izraelnek, úgymond a nagy király, aki az ő szemükben olyan király, mint számunkra, magyarokra, magyaroknak első királyunk, István király. És hát bizony ez az imádság arra tanít mindannyiunkat, hogy tudjunk túllátni önmagunkon. Tudjunk túllátni, és a szemünket úgymond fölfelé emelni. Tudjuk észrevenni a mindennapjainkban a mindenható Isten. Dávid király ezt akkor mondja el, ezt az imádságot, amikor ő maga el tudja mondani, hogy én nagyon sokat tudok adományozni arra, hogy majd az én fiam felépíthesse Jeruzsálemben Izrael első templomát, hogy majd Salamon templomépítő király lehessen, nagyon sok a vagyonunk, összegyűjt sok minden, sőt, mi több, az országnak minden nagyjai fogtak és neki kezdtek adakozni erre a nemes célra. És akkor nem azt mondja a király, hogy milyen jók vagyunk mi, mennyi mindent elértünk mi, és micsoda nép vagyunk mi, hanem azt mondja, hogy te, Uram, te ott vagy mindenek felett, és igazából tiéd minden. Így augusztus 20-án, kedves testvéreim, ami figyelmünk, mindig fordulunk első nagy királyunk felé. Emlékezünk, mondhatom én is, Szent István királyra, hiszen hát szent volt ő, az Úristennek megváltott gyermeke, kiválasztott, elkülönített gyermeke. De mégis nem csak őt látjuk, hanem látjuk az őt küldő, az ővele céllal bíró mindenható Istent is, aki megsegítette őt az ő munkájában, fáradozásában. És ünnepeljük a mi Magyarországunkat, ünnepeljük hazánkat, nemzetünket, ünnepünk ezen a mai napon, de nem csak önmagunkkal, hanem azt is, hogy a történelem során a mindenható Isten megőrzött és megtartott bennünket. És ünnepeljük az új kenyeret, de nem csak a munkások fáradozására gondolunk, és nem csak munkánk eredményét látjuk magunk előtt, hanem hálát adunk azért is, hogy nem volt hiába való a verejték, nem volt hiába való úgymond a munkálkodás, a fáradozás, mert az Úristen áldással volt
a mi munkáinkban, és annak gyümölcse előttünk lehet. Hát ezen a mostani alkalmon keresztény emberekként, egy keresztény országnak, az állampolgáraiként tartsuk fontosnak mi is, hogy a tekintetünket még feljebb emeljük, hogy el tudjuk mi is mondani, mindezért, persze ott van a mi munkánk is ebben, de mindezért egyedül Istené a dicsőség. Soli Deo Gloria. Adja az Úr, hogy ez így legyen. Amen. Ünneplő gyülekezet, nagy szeretettel köszöntöm kedves mindnyájukat. István király ünnepén és az új kenyér megáldása alkalmából négy gondolat, de lehet, hogy mondhatom az ötödiket is, Vajk István király szent. De kezdhetem úgy is, hogy ember, magyar, Vajk István király és szent. Bennünket is ugyanezek az állomások várnak. Születünk embernek, magyarnak, és feladatunk, hogy szentek legyünk. Ez rajtunk múlik, az Isten minden feltételt megad ahhoz, hogy ez megvalósuljon. Nem foghatjuk a körülményekre, hanem belső indítatásból szüleink, nagyszüleink, nevelőink, felelősségben bíró, döntéshozók segítségével kell mindenkinek megvalósítani azt, amit Isten megálmodott rólunk. És mindenkiről nagyon szépen, értékesen és maradandó álmodott. István királyunk ünnepén, ahogy Krisztusra alapozta ezt az országot, benne volt az emberi tapasztalat is, a jó döntés és következményeivel való számolás, de magához hívta azokat a hittérítőket nyugatról és keletről, keletről és nyugatról, akik segítettek abban, hogy ennek az országnak a lelke is szabad legyen a felelős döntések felé, és nem csak a földi hazát, hanem az örök hazát is építse. Így hívom István király mellé Szent Adalbertet, aki a cseheknek, a lengyeleknek és nekünk is missziós püspökünk, és hívom Hieroteoszt, bizánci szertartású püspököt, aki a keleti lelkiséggel, liturgikus örökséggel ajándékozta meg népünk egy részét. De azt is mondhatjuk, hogy a magyarság először a bizánci keresztséggel találkozott. De mint napjaink Európa határainál, ugye a bizánci birodalom határainál az iszlám állandó rettegésben, félelemben tartotta a birodalmat, és előbb-utóbb be is kebelezte, ezért már sem anyagilag, sem lelkileg, sem szellemileg nem tudta támogatni az érdekszférájába tartozó bizánci szertartású keresztényeket, és a történelem vihara bizony megritkította sorainkat. Nincs Európában még egy nemzet, ahol két érsekség lett volna, az esztergomi és a kalocsai. Csak hát később természetesen római katolikus püspöki érseki székhely lett. Hieroteosz püspök ennek a résznek volt a türköknek nevezett magyarok, vagy a magyaroknak nevezett türkök püspöke. És mindhármiuk mögött ott van Krisztus. Mert tőle merítettek, és belőle merítettek, mert a Szentíráson keresztül Isten kinyilatkoztatta mindazt, ami a földi élet keretei között kell, hogy vezérelvünk legyen, és egyúttal munkáljuk az örök üdvösségünket. Isten áld meg a magyar. Szeretettel köszöntöm a megjelenteket.
Milyen érdekes, hogy a kenyér fontos szerepet tölt be az életünkben. Olyan fontosan, hogy nélküle hiány érzete van az embernek. Akárhogy van megterítve az asztal, ott kell, hogy legyen kenyér. Milyen érdekes, hogy ez a mindennapi kenyér olyan fontos, hogy az Ura, amikor közöttünk járt, lényegesnek tartotta, hogy abba az imádságba, amelyre ő tanított minket, az érte való könyörgés ott legyen. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És milyen érdekes az, hogy ezt a mindennapi kenyeret használta föl az Úr akkor, amikor legnagyobb ajándékát akarta adni a föltámadás mellett, az élet kenyerét. Nem drága kincset, nem aranyat, nem gyémántot változtatott át testévé, hanem a mindennapi kenyeret. Arra mondta, ez az én testem. Erre mondta, az élet kenyere. Erre mondta, hogy aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van. Most úgy áldjuk meg a mindennapi kenyeret, mint Isten ajándékát és csodájának nagyszerű voltját. Kérjük, ne csak a mi asztalunkra kerüljön a mindennapi kenyér, de kerüljön minden család asztalára. És kérjük, ne csak minket éltessen az élet kenyere, hanem minden ember részesülve benne egyszer az életre juthasson. Amen. Segítségünk az Úr nevében, aki eljött az Úr nevében, Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldott légyünk Istenünk Atyán, aki az eget és a földet alkottad, minden napi kenyerünkben gondoskodó szeretetet jelét adtad, családi asztalunk legfontosabb eredet. Terjesz ki karod, és árad áldásodat ezekre a kenyerekre, melyeket Szent István királyunk országunk fővédőszentjének ünnepén hoztunk elé. És add meg táplálékul a földkerességen élő minden gyermekednek a mindennapi eledet és az örök életre szóló szent igédet, Krisztus, amikorunk által. Amen. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon a kenyerekre, és maradjon könyörögjünk az Úrhoz. Uram, hívj hallgass! Úr Jézus Krisztus Istenünk, ki az öt kenyeret megáldottad, s vele 5000 embert megelégítettél. Magad uralkodom, áld meg a kenyereket. Szaporítsd meg mindezeket a városban és az egész világot. S a belőlük ízlelő hímeket szenteld meg. Mert te vagy, ki mindent megáldasz és megszentelsz, Krisztus Istenünk, kinek mi dicsőítés zengünk kezdet nélküli atyánkdal, legszentebb, jóságos, életteremtő lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Megáldatnak és megszenteltetnek a kenyerek, Szentlélek egyáltalán,
kegyelme és a szentelt vízzel való meghintés által az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Minden kegyelemnek Istene, áldja és szentelje meg mindazokat, akik fáradoztak azért azon, hogy ezek a kenyerek ide kerülhessenek a asztalunkra, és legyen az ő áldása, gondviselő szeretete velünk is, mint naponta élhetünk az ő jó voltából a kenyérrel. Amen. Felkérem dr. Tóth Lajos polgármester úrat, szegje meg az ünnepi kenyeret. Ismét felkérem polgármester urat, hogy az Emberi Erőforrások Minisztérium által adományozott emlékérmet adja át a kitüntetetnek. Tisztelt képviselőasszony, tisztelt hölgyeim és uraim! Kedves kötelességemnek teszek eleget. Megköszönöm parókus úrnak, hogy itt az Isten házában, meghitt környezetben adhatom át a minisztérium kitüntetését. Kérem Csonka Ferencnét és kísérőjét Fáradjanak Ürökületet. Emberi Erőforrások Minisztériuma Csonka Ferencné részére pedagógus szolgálati érdemérmet adományoz. Budapest 2019. augusztus 20. Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter. Köszönöm, hogy meghallgattak, és mindenkinek nagyon szép nyarat kívánok, és jó egészséget. Köszönöm. Köszönöm, Ruben Tibor
Atya város önkormányzatának. Nagy örömmel készültem, nem most, nem tegnap, hanem korábban is, hogy Szent István védelmét élvező Felső Zsoltán számára a mi egyházunknak jellegzetes ábrázolásmódjában megjelenített szent képet adjunk rá, Szent István ikon. Halál után 50 évvel már szentté avatta László királyunk. Akkor egy kicsit könnyebben ment, mint most a szentté avatás. Nagyon sok az ördög ügyvédje, aki benyomja a féket, hogy nehogy a magyar szentek közül még több szent legyen, de visszatérve Szent István királyra, az önkormányzatnak 8 év együttműködése kapcsán is örömmel, hálás szívvel ajándékozom, hogy aki valamiképpen vallásilag is megérintett, de a nem vallásos ember is értékelje benne az államalapítót, lássa azt a táblatot, ahogyan ő gondolkodott. Én ezekkel a gondolatokkal adom át polgármester úrnak, a képviselő testületnek, előtte még megszentelem az ikon, nagyon szép imánkkal, amellyel az ikonokat is megszenteljük. Könyörögjünk az Úrhoz! Uralkodó Úristen, atyáink Istene, ki hajdan az Ószövetségben a kerúboknak aranyból, becses fából és hímzéssel készült képeit a bizonysági hajlékban elhelyeztetni rendeltet, nevesd meg most sem a te szentett képét, hasonmását, hanem véghetetlen kegyességet szerint fogadd el, hogy buzgó híveit, kik ezt képet szemlélni fogják, dicsőítsenek téged, Urunk, kik megdicsőítél szentjeidet, és kövessék az ő életüket és erényeiket, melyek által emezek a te kegyelmedre és országod elnyerésére méltónak találtattak. Töredelmes szívvel kérünk téged, tekints kegyes szemekkel erre az ikonra, mely Szent István apostoli királyunk tiszteletére és emlékére írattatott és fektetett, s küldere a te mennyei áldásodat. Áld meg, szenteld meg, a ma híveidet is, kike képet tiszteletben tartják, ezelőtt téged áhítattal imádni fognak, és a rajta ábrázolt szentedet, a te megengesztelések téged segítségül fogják hívni, mint minden hűszolgád és kedveltet könyörgésének kész meghallgatója és teljesítője, ments meg minden aggódástól és szükségtől, minden lelki és testi betegségtől, s méltasd ennek a városnak lakóit, lelkődőkre szolgáló kegyelmeddel és könyörgettel, és a te Szent István apostoli királyod közben járó esetezései által. Mert te vagy a megszentelés forrása, s minden javak bőkező adományozója, téged dicsőítünk a te egyszülött fiaddal, legszentebb jóságos és elevenítő lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökön örökké. Megáltatni és megszentelteti ez az ikon a Szentlélek kegyelme és a szentelt kézzel való meghintés által az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Nagy tisztelettel, szeretettel a Mátor Főmester úrnak és az önkormányzat, a többi képviselőnek és a városnak. Köszönöm, Esperes úr, és méltó helyet fogunk találni megint a dísztermünkben, a végben a házasságkötő termünk is, hogy ne csak a testületülés munkáját, de a házasságkötéseket is felügyelje Szent István.
Ünnepségünk második részében kérem fogadják szeretettel Mészáros János Elek koncert műsorát. Amen.
Köszönöm szépen, hogy ismét itt lehetek, hiszen be kell valami, nem először vagyok Rácsa Zsolcán. Ha jól emlékszem, amikor Pratida nevét vette fel az óvoda, az akkori polgármester Egyér Attila kérte, hogy ugye a család beleegyezik-e. Mondom már, de nem beleegyezés, ez egy történelmi tény, hogy itt élt és Szatmári Király pár év alatt ennek a településnek és a fejlesztésében a család más tagjaival, ennek a kastélynak a négy névadója az összekötődik családilag. Ebből adódóan azt jelenti, hogy mindenhol vannak a platjaik, hogy a Szatmári Királynak, Dönnek vagy Várcénak nevezzük, hiszen 1200-as évektől visszavettő a család története. De hát végül is ez egy régi nemesi család, egy felvidéki család, és hát ahogy fokozatosan jöttek lefelé, és a kor is úgy hozta, hogy Nagyfaludja és Túróc vidékről végül is ma Borsod megyében is több helyen található a Prati név, több település óvja, vigyázza, Bán Horváti, Kalancskeszi, Domony, és így tovább, Táborfalva, Kecskemé, tehát sok helyen megtalálhatók, csak hát a 40 év alatt annak idején ezt a nevet nem lehetett kimondani. Éppen amiatt, a származás miatt, de végül is ugye annak idején azt mondtam, hogy édesapám egyik festményét az óvodának ajándékoztat kint található, ami azt jelentette, hogy ő akkor egy ilyen iskola építéséhez egy mozaik tervet készített, de mivel nem ők azt fogadták el, én azt gondoltam, hogy olyan helyre valahol gyerekekkel foglalkoznak, nevelni, és szeretik a gyereket, meg az állatokat is, hiszen a szelítség jelképétől kezdve a hűség jelképéig az állatok is ott vannak ebben a mozaik tervben. Na ennyi, tehát igen, 1908-ban született édesapám, 95 éves koráig élt, és 85 éves korában volt egy nagy gyűjteményes kiállítása, és annak a katalógusát azt kérte, hogy azt ő tervezze meg. Ha valaki bejön, akkor látja az ő fotóját, és mellette az ő önvallomását, ami azon a katalóguson jelent meg. Ő leírja tulajdonképpen az élettörténetét és benne a művészeti területen elért eredményeit és különböző találkozásait. Mellette édesanyám, öcsém és a kedvenc kutyája egy családi idél, sajnos egyik sem él már, de hát végül is azért megörökültette és itt van. A következő kép az Németpolyon született, engem rajzolt le akkor édesapám, és a 8 éves Iván cipsz alatt úgy gondoltam, hogy talán abból a korszakából, és majd elmondom, hogy került Ungváron született, de Pécsett halt meg, de közben azért voltak állomások, ami ugye a második világháború után, ez egy, majdnem azt mondom, hogy egy pedagógus esetében, egy művész esetében, ez nem azt jelentette, hogy örökhöz köthető lenne. És amikor mi 44 júniusában, én már mint ötödik gyerek kint éltünk Ungváron, és a háború elhozott bennünket, menekülés háború elől, azzal a szándéka, hogy majd csak visszakerülünk, hiszen ott is igazgató volt, de már nem lehetett visszamenni, közben úgy döntött a politika, hogy azt a részt átadja a Szovjetuniónak, mert szüksége volt Szovjetunió Kárpátaljára. Nem nekünk, hanem így aztán már természetesen vissza nem mentünk, és egy új fészekrakás indult meg, ami azt jelentette, hogy elhelyezték 46-ban Németbój községbe, ami most Bójváros Baranyára, tehát Mohástól nem messze, és ott volt iskolaigazgató egészen 48-ig. 48-ban, amikor az egyháziskolák államosítás ellen tiltakozott, akkor leváltották és elhelyezték Pécsváradra. Ezért, amikor valaki elolvassa az, hogy Pécsváradról, Németbójról beszél, akkor ezeknek nem azt jelentett, hogy önszántából, hanem a megélhetés szükségességéből adódott, mint festőművész rajztanár,
volt iskaigazgató is, tulajdonképpen így. És hát természetesen, mivel Platti György, hát Szent György, Sárkányról Szent György van, így egy picit azt lehet mondani, hogy az az első blokk, az a család közvetlen hozzátartozó, és annak bizonyos élményeit adott. Hát annyit hadd mondjak el, hogy ő tulajdonképpen 33-ban végzett a képzőszeti főiskolán, Csók István Beckharti tanítványaként, ezért a természetelmi festészet híveként és rajztanár diplomával is, tulajdonképpen végül is, mint a Pécsi Tanárképző Főiskola rajzszakszék vezetőjéként nagyon sok művésznek, rajztanárnak adott, a természet szeretete, az ember szeretete és a haza szeretetre adódó minden olyan élményt, ami a képekben is vizuálisan is megjeleníthető. Amikor a 60-as években szerencséje volt, hogy elfogadták azt, hogy a rajztanároknak a népművészet ismerete nélkül nem lehet a magas művészetet, meg egyáltalán a művészetet megismerni, akkor úgy nevezték, hogy a vizuális nevelésben a Kodály vizuális nevelése. Csak ugye ő meg a zene szeretetéből vette a Kodály Zoltán a néptal gyűjteményből, hogyan lehet valóban tényleg magas művészetet alapjait is képezni. Pécsváradra 51 képet ajándékozott, hiszen Pécsváradra, amikor meglátta, akkor a Kárpátok jutottak eszébe, hiszen a Mecsetnek a legmagasabb csúcsa ott van a Zengő, és ez számára egy második otthont jelentett. Én akkor ott 5.-6.-7. osztályba jártam, majd utána Mecsek Nádasdok fejeztem be, de ő már akkor bekerült a Pécsi Pedagógiai Főiskolán tanársegédként, majd Egerbe, adjunktusként, ott megszűnt a rajztanszék. Pécset, amikor újra létrehozták, akkor őt kérték föl, hogy szervezze meg a főiskola rajztanszék vezetését. Így hát Pécs tulajdonképpen adta az igazi élményeket is, meg az ott lévő egész 72-jövő nyugdíjas koráig ott élt és ott festegetett, vagy Mesterelben, vagy járta az országot. 72 után tudott igazán alkotni, a képeknek a nagy része, az egyik az, hogy ez Szigliget ott egy műtermet épített magának, műtermes lakást, és a Balatonnak Egri Józsefet utánozva, Balatonnak a téli rész, vagy az északi részét festette, így tulajdonképpen a Balatonnak nem a Balaton festője, hanem a Balatonnak a hegyvidékének a festőjeként is, és tulajdonképpen emlegették, sok kiállítása volt. Ez volt akkor kb. 100 kiállítása volt az ország különböző részét, de ország határon kívül is. Így aztán ezek a képek egyrészt erről a vidékről szólnak. Annyit talán Sopronnal az volt az érdekessége, hogy Lacoszká, amikor ő végzett 33-ban, akkor azt mondta, hogy Sopron művésztelepeben vezesse. Az volt meg az első munkahelyenek, és örökítette valamikor később. Tehát Sopron főterét azért. Annak mindegyiknek van valami történetisége. Természetesen a családon belül valaki ismert, de van, aki nem, hogy miért azt festette és miért járt a kisra megint. Eszembe jutott az, hogy mikor nyitottam meg édesapám kiállítását életem először. Ez azért sztori, hiszen 91-ről van szó, és Pécsváradnak ajándékoz 57 képet, és András Hallő Bertalan miniszterből kérte föl, hogy nyissa meg a kiállítást. Ami el is vállalta, hiszen én voltam ismert, hogy pécsi emberekről van szó. És én akkor már egyházi főosztály vezetőként voltam a minisztériumban, és a kiállítás megnyitás előtti napon beírva a miniszterünk, és azt mondja, hogy nyilván baj van, mert Antal József egy rendkívüli rendért gyűlést hív össze, és én nem tudom megnyitni. Nyisd meg az én nevemben édesapám kiállítás. Most hát ez egy rendtehetes dolog, hogy az ember ott áll az édesapja, hogy hát
Én most 80 éves vagyok, ő is valami hasonló korú volt, de van. És a testvéreim is Bécsvárad vezetőség, és megjelenik András Balbi helyett, ugye a fia, az ötödik fia, ötödik gyereke, és édesapjáról beszélne. Hát ennél nehezebb feladatot az ember még nem kapott, ezt soha nem felejtem el. Természetesen, amikor nincs itt, akkor is itt van, tudom, mert mindig figyel, azért független attól, hogy személyesen nem, hogy mit mondok az ő életéről, illetve az ő munkásságáról, hogy megismerjék valóban azt az igazi ényét, ami vezérelte őt. Ebbe is leírja, mindig is előtte volt az, amit ma érzékeltem, és nagyon örülök, hogy részt vehettem ezen az ünnepségen, hogy a haza, a család és a hűség és a hit mennyire fontos, és az ember szolgálatának közös szolgálata. Ezért is az én könyvem, hogy a család történetében természetesen Felső Lóca jelentős szerepet játszik ennek az embernek, vagy ennek az ága, de hát mivel a világ minden táján vannak színvíző torontói, Madagaszkártól, Szlovákiáig és így tovább, tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy időnként kell találkozni, és én szerintem nekünk, ma élőknek az a kötelessége, hogy az ősök üzenetét átadni a következő nemzedéknek, tehát megismertetni, hogy kik lehettek büszkék, hogy a saját gerincük is mindig legyen erős, mert az erősíti meg, hogy az ősök milyen példát mutattak a nemzet, a szeretet és az emberség érdekében.